Jó estét kívánok, kedves nézőink, köszöntöm Önöket. Híradónk után magazinműsorunkat láthatják. Első összeállításunkat a kisgyermekes szülők figyelmébe ajánljuk, ebben a városi bölcsödével ismerkedhetnek meg. Milyen feltételekkel vehető igénybe az ellátás az Ajkai Városi Bölcsödében? A bölcsödét látogató szülők gyermekeinek két feltételnek kell megfelelnie. Az egyik, hogy a bejelentett lakóhelye vagy életvitásszerű tartózkodási helye az Ajka területe legyen. A másik pedig, hogy mindkét szülő rendelkezzen munkaviszonnyal, vagy nappali tagozaton tanuló szülő gyermeke is jöhet a bölcsödénkben. Milyen korú gyerekek felügyeletét vállalják? 20 hónapos kortól 3 éves korig járhatnak hozzánk a gyermekek, de hogyha évelejiek, mondjuk január-februári, akkor ők augusztus 31-ig maradhatnak. Hány gyermeket tud fogadni az Ajkai Városi Bölcsöde, illetve hány csoport van és hány fővel működnek a csoportok? 98 férőhelyes a bölcsödénk, jelen pillanatban mind a 98 férőhely betöltött. 8 csoportunk van, 12 gyermek van csoportonként, és egy csoportban van 14 fő gyermekünk. Kik foglalkoznak a gyerekekkel? Kisgyermeknevelők foglalkoznak a gyermekekkel. Egy csoportra 2 kisgyermeknevelő van. A csecsemő csoportban van 3, mert ugye azért ott a csecsemőben a gyerekekkel egy kicsit nehezebb. Mikor kell beíratni a kisgyerekeket a bölcsödébe? Hát minél előbb, ugye van olyan szülő, aki már a kórházból kijön, és akkor jön beiratni a gyermekét. Az az elterjedt, hogy pár hónapos korban az a jellemző, hogy akkor már jönnek és beiratják a gyerekeket a bölcsibe. Mennyire fontos ez a férőhely szempontjából, hogy minél előbb be legyen iratva a gyermek? Fontos, mert minél előbb be van iratva, ugye sorrendben megyünk. Tehát aki előbb van beiratva, őt vesszük fel, úgyhogy fontos, hogy minél előbb jöjjenek és irassák be. Hogyan zajlik a kicsik beszoktatása? Beszoktatás általában 2 hét, hogyha minden rendben van. Vannak olyan esetek, amikor ugye 1 hét alatt, mert a szülőnek menni kell dolgozni hamarabb. Az első nap akkor ide szoktak jönni a szülő a gyermekkel az irodába, és akkor innen szoktuk elkísérni őket a csoportszobába. Az ismerkedés első percei után az anyuka leül, csendben szemléli, figyeli a gyermekét, nem megy oda hozzá, próbálja engedni azért, hogy egy kicsit önállósodjon. Ez ugye az első 2 napban 1 vagy fél órát töltenek a csoportba. Harmadik naptól már úgy szoktuk, hogy egy kicsit bejön a gyermekkel az anyuka, de utána el szoktuk küldeni egy 10-15 percre, ugye meglátják a gondozónők, hogy a gyermek ezt hogy viseli, és akkor csütörtök pénteken szoktunk így az ebéd felé, hogy akkor megebédeltetik. Van, amelyik kisgyerek elsőre nem fogadja el, akkor ugye az anyuka is bejön, ő is segít, megebédeltetheti a gyerkőcét, és a második hét fele szoktunk, akkor már az alvás fele, és akkor hát a második hétre már úgymond beszokik a gyerkőt, úgyhogy 2 hét az azért elég. Mire van szüksége a gyermeknek a bölcsödében? Mit kell vinnie a szülőnek a bölcsödei ellátáshoz? Hát amikor jönnek, akkor ugye aki pelenkás, ő neki pelenkát kérünk, tisztasági csomagot szoktunk kérni, szalvétát, szappant, papírzsebkendőt, elő 2 szoktunk kérni, benti cipőt, kinti cipőt, kinti ruhát, váltóruhát, hogy ugyanabban a ruhában legyenek, amiben jönnek. Hogyha szobatiszta, akkor WC-papírt, fogmosáshoz kérünk felszerelést, és ágyneműt azt nem kérünk, mert azt mi adunk, és törölközőt sem kérünk. Milyen az intézmény napi rendje? Hogyan zajlik egy átlagos nap a bölcsödében? 5:20-tól vagyunk nyitva. Ugye az fontos azoknak a szülőknek, akik 6-ra járnak dolgozni. Van sok esetben, hogy mindkét szülő 6-ra jár dolgozni. A gondozónő fogadja reggel a gyerekeket, egyéni igényüket figyelembe veszi, biztosítja nekik a reggeli pihenést. Még van, aki ugye fáradt, vissza szokott feküdni, még egy kicsit alszik. Akkor 3:48-kor fürdőszobai tevékenység, kezet mosnak ugye reggeli előtt, 8-tól van a reggeli minden csoportban, gondozónő segítségével vagy önállóan terítenek a gyerekek, szalvétájukat eldobják étkezés után, majd délelőtti játék, és hát időjárástól függően, ugye, hogyha jó idő van, akkor előbb mennek az udvarra, vagy van, amikor később, de ugye télen akkor meg bent játszanak a csoportszobába. 14:30-kor van a 10 órai,
Hát van, ha már jó idő van az udvaron, hogyha ugye még a rosszabb idő, akkor az benne a csoportszobába, és csoporttól változó, hogy 10.45 és 11.45 között van az ebéd. A gyermekek terítenek a gondozónő segítségével, vagy önállóan, mosakodás, akkor mennek fogat mosni ugye ebéd után, sorrendben, ahogy végeztek az asztalnál, és akkor utána van az alvás. Az uzsonna 3-4-2 és 3-4-3 között van, csoportonként ugye változó időpontban. Utána ugye az étkezés sorrendjének, ahogy befejezik az étkezést, akkor mennek játszani ugyanúgy a csoportszobába, és 4:30 van a hazaadás, addig jöhetnek értük a szülők. Mennyire követelmény az, hogy önállóan tudjanak étkezni a gyerekek, hiszen ezért 3 éves kor alatti gyerekekről van szó? Egyáltalán nem követelmény, hogyha nem tudnak önállóan étkezni, akkor a gondozónők mindenben segítenek, és akkor ez majd így folyamatosan kialakul náluk. Milyen különleges programokat szerveznek a gyerekeknek? A gyermeknapot szoktuk, ami ugye szülővel van, azt minden évben júniusban meg szoktuk szervezni a gyerekek számára. Mi történik ezen a napon? Hát ilyenkor idézőjelbe buli minden mennyiségben. Ugye akkor elszoktuk, van akinek van testvére, őket is elszoktuk hívni, légvárazás van, arcfestés van, fényképezkedés van, és akkor a szülőkkel így egy közös program. Mennyibe kerül a bölcsödei ellátás? Január 1-től 417 forint, és ez csak az étkezési díj, ugye az 50%-osoknak meg 209 forint, külön más díjat nem kell fizetni a bölcsödében.